Mester Györgyi legkisebb cinke. Picinke volt a legkisebb a madár testvérek között. Cinke mama már tojáskorában is nagyon óvta, mert attól félt, az apró tojás valamerre elgurul a fészekbe, eltűnik a szem elől, akkor pedig nem tudja a testével elengedni, és tán ki sem kell a fióka. Nyáron remekül el voltak a kismadarak. Csak csiviteltek, torkoskodtak, hol a levegőben fogták el a rovarokat, hol a fülből, kapták fel azokat a csőrükbe. Egy szóval csodásan telt a nyár. Mindenki boldog volt, jó lakott és elégedett. A nyárt követő átmeneti hűvös őszi időt azonban hamarosan felváltotta a zord tél. A bogarak nem járták már kérge táncokat a levegőben, és az uzmanes fűből nem lehetett szemelni élmet sem felcsipegetni. A cinke család éhezett, amikor épp nem a magas koronájú, lombtalanná koposztott nyárfágain gubbasztottak, néha-néha kiröpültek a házak irányába, hogy az ég felé bodorodó kémű füstben kicsit felmelegedjenek. Picinke is így tett, amikor egy hosszabb repülő útja során valami megcsillant a szem előtt. Egy kertes házablakából világított ki az utcán a sziporkázó tarka fényesség. Leszállt az ablakpárkányra és befelé bámult. Az üvegen túl, a szobában hatalmas zöld fenyő terpeszkedett. De nem ám olyan egyszerű, mint odakinn a parkban, hanem talpig díszben pompázott. Tarka üvegégők, csillogó gömbök, kacskaringozó girlandok ékesítették. Picinke egészen belefeledkezett a látványba. Ekkor azonban két kíváncsi gyermekarc közeledett az ablakhoz, amitől megijedt, szárnyra kapott, és hús már ott se volt. Másnap szokásos melegedő körútján megint csak ellátogatott az ablakon át csillanó fényes karácsonyfához. A fa most is lenyűgözte, ám egyszer csak észrevette, valaki néhány küres szemet tett ki a párkányra. Mivel éhes volt, mohón nekilátott, és gyorsan felcsipegette a magokat. Az evésből felpillantva váratlanul ismét szembe találta magát a gyerek szemekkel, amelyek mosolyogva és érdeklődéssel figyelték őt. Az ablak nem nyílt ki, senki nem bántotta picinkét, így hát nem sértett a táplálkozással. Befejezvén az evést, kicsit még gyönyörködött a pompás fában, majd útra kelt. Csak otthon, miután didergő testvérei közé letelepedett, jutott eszébe, hogy ő jól lakott, de a családja továbbra is éhezik. Szinte szégyelte magát, hogy annyira elkápráztatta a csodálatos karácsonyfa, és csak behapcsolta a küres szemeket, a szeretteire nem is gondolt. A következő napon sem tudott ellenállni a kíváncsiságának. Vajon megvan a varázsatos szépségű fa? Egyenesen odarepült, és meglepődve látta a küles szemeket vékony zsinórvonalban, valaki végig szólta az ablakpárkányon. Szemenként vette csőrébe magokat, hogy minél tovább élvezhesse az evést, amikor egyszer csak elfogyott az összes ennivaló. Elszomorodott, hogy megint mohó volt, és nem jutott eszébe sem a mamája, sem éhes testvérkéi, amikor a párkány széléről egy közeli faágon lógó aprócska faépítmény vonta magára a figyelmét. Egy házikó volt négy kis oszloppal, takarós tetővel, de a legszebb mégis az volt benne, hogy a padlóját sok-sok köresszem borította. Picinke azonnal útra kelt, és ahogy csak aprócska szárnyától telett, röpült a családjáért, elcsivitelte nekik, hogy élelmet talált, kövessék őt, és már fordult is vissza. A faágra felfüggesztett házikot elrepték a fekete-sárga szárnya cinkék, és boldogan csipegették az aranyos magvakat, amitől aztán felmelegedve még sokáig gyönyörködtek a csodás szép fenyőfában. Az ablak túloldalán pedig a madáretetőt készítő apuka, meg a köles szemekről gondoskodó gyerekek örültek a boldog cinkék látványának. És ettől vált igazán teljessé karácsony a szeretet ünnepe.